Már az év első három hetében is nagy volt az emelkedés, azóta viszont még meredekebb a görbe. Így emelkedett az influenzások száma január 1-je óta a vármegyében. Az ötödik héthez képest a hatodik héten 50%-kal nőtt a légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma, jelentős részük influenza-szerű tünetekkel. Ez azt jelenti, tombol a járvány a vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumába küldjük azokat a mintákat, amelyeket a vármegyében működő Sentinel orvosok levesznek a hozzájuk forduló betegektől, és ennek mintegy 70%-a most már az influenza vírus, és 30%-a az egyéb vírus, aminek egy része még mindig a koronavírus, illetve az egyéb légúti megbetegedéseket okozó vírustípusok. Az influenza vírusból is körülbelül 50%-a az influenza A, ez tehető felelőssé a most tomboló járványért. A kormányhivatal népegészségügyi főosztálya múlt hét pénteken teljes körű látogatási tilalmat rendelt el a vármegyei oktatókórház tagintézményeinek fekvő betegellátó osztályain. Erre azért volt szükség, mert az intézmények falain belül is terjedni kezdett az influenza, ami a bennfekvő betegek legyengült szervezete számára még nagyobb veszélyt hordoz. A tilalom visszavonásig érvényes, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet a kórház területén tartózkodni, sőt bizonyos feltételek szerint a találkozás is lehetséges. Az, hogy látogatási tilalom van, az nem jelenti azt, hogy azokat a hozzátartozóinkat, akiket mindenféleképpen meg szeretnénk látogatni, mert vagy súlyos betegek, vagy halálos betegek, vagy a gyermekek, vagy gondozás alatt álló értelmi fogyatékos betegek, számukra biztosítja a kórház a védőeszközöket, és megfelelő időintervallumban természetesen meglátogathatják a hozzátartozóikat. Még kiegészíteném azzal, hogy szülőnőknél is, akit megjelölnek, hogy mindenféleképpen szeretnék, hogy mellettük legyenek, vagy akik olyan ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy a nap 24 órájában mellettük lehet a hozzátartozó, számukra is biztosított, valamint akik lelkészi segítségre, támogatásra szorulnak, számukra is biztosítja a kórház a bemenetelt. A vármegyei tiszti főorvos hozzátette, az influenza mellett továbbra is jelen van a koronavírus, amelynek tüneteit ugyanakkor egyre nehezebb elkülöníteni előbbitől. Ma már olyan tesztek is elérhetővé váltak, amelyek mindkét fertőzés típust kimutatják, akár egyidejűleg is, hiszen arra is egyre több példa van, hogy egyszerre mindkét vírus jelen van a szervezetben. A szakemberek azt javasolják, aki lázat, torokfájást, sűrű köhögést és vizes orrfolyást észlel magán, azonnal forduljon házi orvosához, és kerülje a zsúfolt helyeket. Az aktuális járványhelyzettel hosszabban szerdai 35 perc című műsorunkban foglalkozunk.